Színház az egész világ, és színész benne minden férfi és nő. Gondolom mindannyiunk számára ismerős ez az idézet. Az életünk során rengeteg szerepet el kell játszani. Megszületünk, gyerekek vagyunk, óvodába járunk, iskolások vagyunk, tanulunk. Majd apák, anyák leszünk, nagyszülők. Otthon a háztartásban takarítók, szakácsok. A munkahelyen beosztottak, főnökök, vagy esetleg tulajdonosok, majd szembe jön velünk életünk első projektje, ahol projekttagok, majd projektvezetők leszünk. Általában az élet során beletanulunk ezekbe a szerepekbe. Vannak minták, amelyeket megfigyelhetünk, elvárások, aminek meg akarunk felelni, és vannak eszközök, technikák, amiket különböző helyekről meg lehet tanulni, hogy könnyebben el tudjuk érni a céljainkat, azaz a szerepeinket könnyebben el tudjuk játszani. Ha a projektmenedzsmentet nézzük, akkor ezek a szerepek gyakorlatilag a kompetencia területeknek felelnek meg. Számtalan ilyen kompetencia területnek meg kell felelni. Alapvetően három részre oszthatjuk ezeket a kompetencia területeket. Az első részbe tartozik a gyakorlati kompetenciák, vagy a hagyományos értelembe vett projektkompetencia területek, ezek voltak az elsők, amik bekerültek a kompetencia területekbe. Ilyen a célkitűzések, célhierarchia, ütemezés, költségek, erőforrások tervezése, nyomon követése, beszerzés, kockázatok, lehetőségek kezelése. De mivel a projektmenedzser emberekkel dolgozik, egy projektcsapattal valósítja meg a projekteket, ezért nagyon fontos a következő kompetencia terület, ami az emberekkel kapcsolatos kompetencia területek. Egyrészt saját magunk ismerete, másokkal való kommunikáció, vezetési technikák, csoportban való dolgozás, különböző tárgyalások, konfliktusok kezelése, kreativitás, találékonyság, ezek mindenhez a kompetencia csoporthoz tartoznak. És újabban van egy harmadik, a perspektíva kompetencia terület is, ahova hozzátartozik azok a területek, amelyek vagy hatással vannak van a projektünkre, vagy pedig mi tudunk hatással lenni a projektünkkel ezekre a területekre. Ilyenek a stratégia, stratégiai célok, különböző irányítási struktúrák, folyamatok, megfelelőség, szabványok, jogszabályoknak való megfelelés, befolyás és érdekérvényesítés, és általában a kultúra és a mindennapi értékeink is ezekhez tartoznak. Ha részleteibe szeretnénk megnézni ezeket a kompetencia területeket, hogy mit is takarnak, akkor először is nem árt, hogyha a hordozó szervezetnek van valamilyen stratégiája, stratégiai céljai. Ezeket is ki kell alakítani valahogy, vagy valamilyen tanulmány és elemzések alapján a felső vezetés meghatározza, hogy mi a víziója, merre szeretne haladni a szervezet, és így kitűzi a stratégiai célokat, vagy egyszerűen csak a felső vezetés tagjai leülnek, és brainstormingolnak például, tehát különböző kreativitás technikákkal megpróbálják kideríteni, hogy merre érdemes haladnia a szervezetnek. Ha a stratégiai célok kitűzésre kerültek, akkor ezeket a célokat ma már az esetek többségében projektként lehet megvalósítani, azaz megfogalmazásra kerülnek a projekt célok. A jó projekt cél meghatározásnál azt szoktuk mondani, hogy az a jó cél meghatározás, ami teljesíti a három dimenzió követelményét, azaz meghatározza, hogy mit, mikorra és milyen mértékben kell megvalósítania a projektnek, ahhoz, hogy sikeres legyen a projekt. A mágikus háromszöggel szoktuk ezt ábrázolni, amelynek az egyes csúcsai ezek vannak, tehát az eredmény, a termék, a szolgáltatás, amit le kell tenni, a másik csúcsa az idők, határidők, a harmadik csúcson pedig a ráfordítások, költségek szerepelnek. Ha a projektmenedzsernek sikerül a mágikus háromszög csúcsait harmóniába tartania, akkor mind a projekt megfelelő minőségű lesz, mind annak az eredménye, azaz a projekt cél, amit el szeretnénk érni, azaz elvárásoknak megfelelő lesz.
Ahhoz, hogy a projektet meg tudjuk valósítani, számtalan tevékenységet kell végrehajtanunk, és ezeket nem árt, hogyha megfelelően dokumentáljuk. A dokumentáció az lehet papíralapú, vagy elektronikus, tartalmazhat szöveget, ábrát, hangot, képet, videóanyagot, számtalan formája van, de ezeket jó, hogyha valahogy előre meghatározott módon szabályosan kezeljük, azaz a dokumentáció menedzsmentet bevezetjük a projektünkbe, és szisztematikusan alkalmazzuk is a projekt megvalósítása során. Ha már van egy projekt célunk, akkor az egyik gondolat, amivel foglalkoznunk kell, hogy mik azok a kockázati elemek, amelyek a célunk elérésében minket akadályozhatnak. Azt szokták mondani, hogy a projekt gondolatával már elkezdődik a kockázatmenedzsment, azaz feltérképezzük, hogy vannak-e olyan gátló tényezők, amelyek negatívan hathatnak a projektünkre. Ma már nem csak kockázatmenedzsmentről, hanem lehetőségmenedzsmentről is szoktunk beszélni, azaz nem csak a negatív, hanem a pozitív tényezőket is megpróbáljuk összegyűjteni, amelyek segíthetnek minket abba, hogy minél könnyebben, minél hatékonyabban el tudjuk írni a projektcélt. Nagyon fontos, hogy a kockázatmenedzsment nem fejeződik be a projekt kezdeti időszakába, hogy elemeztük a kockázatokat, intézkedéseket tettünk, stb., hanem ezt rendszeresen, periódikusan felül is kell vizsgálni, hisz menet közben fölmerülhetnek új kockázati elemek, illetve az eredeti listánkból lehetnek olyan kockázati elemek, ami az aktualitásukat vesztik. A másik terület, ahol fontos, hogy elemzéseket végezzünk, ezek a stakeholderek. A stakeholdereknek nevezzük az érdekelteket és érintetteket. Ezek a személyek, szervezetek komoly befolyással lehetnek a projektjeinkre, azért, hogy a saját érdekeiket érvényesíteni tudják. A stakeholderek közül azok, akik az érdeke azonos a projekt érdekével, és megfelelő befolyásuk, hatalmuk van, ők lehetőségeket is jelentenek a projektünk számára. Azok a stakeholderek viszont, akik ellenérdekeltek a projektünkbe, és még ráadásul aránylag nagy hatalommal is rendelkeznek, kockázati elemekké válhatnak, így rájuk megfelelő stratégiákat kell kidolgozni, hogy kezelni tudjuk, és ha lehet, akkor minél kisebb negatív hatással legyenek a projektjeinkre. Hogyha elvégeztük ezeket az elemzéseket, akkor a következő, amit általában a megbízó megrendelő elvár tőlünk, hogy egy nagyvonalú projekttervet letegyünk az asztalra, amit nevezzük most szakasztervnek. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a projektet jól elkülönülő fázisokra bontjuk, meghatározzuk az egyes fázisoknak a várható átfutási idejét, illetve azt, hogy mekkora költség szükséges egy-egy fázis megvalósításához. Gyakorlatilag egy nagyvonalú tervet készítünk a projektre. Általában ezen a ponton szoktuk meghatározni az úgynevezett mérföldköveket is, azaz a különösen fontos eseményeket, és egy mérföldkő listát is leteszünk, hogy mit, mikorra lehet megvalósítani a projekt során. Ha a megbízó megrendelőnek az elvárásait kielégíti ez a szakaszterv, azaz a nagyvonalú projektterv, azaz neki megéri az a költség, amibe ez kerülni fog, terveink szerint, illetve a várható határidő megfelel számára, akkor engedélyezi a projekt további tervezését, azaz nekiállhatunk a projekt részletes tervezésének. A projekt részletes tervezésénél a projekt célból indulunk ki, amit tovább bontunk alcélokra, kisebb részcélokra, tehát felépítjük a célhierarchiát. A célhierarchiának az egyik része meghatározza azt, hogy az eredményünk hogy nézzen ki, azaz el tudjuk készíteni az első alapkonfigurációt, ami menet közben még természetesen változhat, hisz különböző hatások érhetik a projekteket, de az első elfogadott konfiguráció után már csak változáskezeléssel, módosítás menedzsmenttel lehet ezen változtatni.
Tehát a konfiguráció menedzsment feladata a tervezési fázisban az első konfiguráció létrehozása, majd a megvalósítási fázisban a módosításoknak a kezelése, engedélyeztetése és biztosítása annak, hogy mindenki mindig tudja, hogy mi az éppen aktuális konfiguráció, amin a csapat dolgozik. A célhierarchia másik része az, ami meghatározza azt, hogy milyen tevékenységeket kell nekünk elvégezni ahhoz, hogy a projekt fő célját meg tudjuk valósítani, azaz milyen út vezet az alcélok megvalósításához, aminek az összessége kiadja a projekt fő célját. A projekt struktúra tervbe összegyűjtjük az összes tevékenységet, amit el kell végeznünk. Nagyon fontos a komplexitása. Ne hagyjunk ki semmit, mert ha valami kimarad, az költségtúlépést vagy határidő túlépést eredményezhet. A projekt struktúra terv legalsó szintjén vannak a munkacsomagok, tehát azok a tevékenységcsomagok, amelyek összessége kiadja nekünk a projektet. Nagyon fontos, hogy meghatározzuk a munkacsomagnak a nagyságát. Nem mindegy, hogy milyen részletességgel tervezünk. Lehet, hogy mi már annyira profik vagyunk abban a szakmában, hogy teljesen kis apró részletekig meg tudnánk tervezni, de nem biztos, hogy megéri ilyen részletességgel tervezni, hisz a munkacsomag lesz az a kis egység, amire a részletes tervezés rá fog épülni. Azaz munkacsomagra tervezünk, és munkacsomagra mérünk tényadatokat is. Tehát meg kell nézni, hogy mennyire hasznos nekünk ez az aprólékosság. Túl nagy munkacsomagot megint nem érdemes a projektbe meghatározni, mert ha túl nagy a munkacsomag, akkor onnittól kezdve különböző értelmezések lehetnek, hogy mit értünk bele, mit nem értünk bele, tehát itt meg kell találni a megfelelő egyensúlyt a munkacsomagok méretéhez. És ahhoz, hogy a projekt céljainkat el tudjuk érni, ma már nélkülözhetetlen különböző szoftverek használata. A projektmenedzserek leggyakoribb szoftvere az az Excel és a Word, illetve ami nagyon nagy segítséget tehet még az MS projekt. Mi a tanfolyamunkon feltételezzük, hogy Wordet és Excelt már bizonyos szinten tudnak kezelni a résztvevők, ezért az MS projekt használata az, amit áttekintünk, megismerkedhetnek vele a résztvevők. Ha már van munkacsomagunk, nézzük a részletes tervezés további részeit. A részletes tervezésnél a munkacsomagoknál meg kell határozni az egyes munkacsomagok viszonyát, azaz melyiket melyik után végezhetem, van-e valami összefüggés a két munkacsomag között, vagy függetlenül egymástól, akár párhuzamosan is lehet végezni. Ennek az ábrázolási technikája az egyik a hálótervezés, a másik a sávos ütemterv, vagy ahogy jobban ismerik, általában a Gantt-diagramnak nevezett sávos ütemterv. Ha az ütemezéssel kész vagyunk, akkor az egyes munkacsomagokhoz hozzá tudjuk rendelni a különböző erőforrásokat is. Úgy az emberi erőforrásokat, mint a materiális erőforrásokat, a beépítendő anyagokat, vagy a szükséges eszközöket, amellyel a projektet meg tudjuk valósítani. Ha már tudjuk, hogy mit kell végeznünk, mikor, milyen erőforrásokkal, akkor ezek után jöhetnek a költségeknek a meghatározása, azaz a költségterv elkészítése. Nagyon gyakori az, hogy nem minden erőforrás áll rendelkezésre, ezért gondoskodnunk kell azoknak a beszerzéséről is, amelyhez sok esetben tárgyalásokra van szükség. Ha a költségeket meghatároztuk, akkor a következő fázis az az, hogy azt is meghatározzuk, hogy mikor kell kifizetnünk ezeket a költségeket, és miből fogjuk kifizetni, azaz a finanszírozási terv elkészítése. Akár lehet a hordozó szervezetnek a megbízó által biztosított pénzügyi része is, de lehet, hogy valamilyen hitelforrásokhoz, vagy külső forrásokhoz, támogatókhoz, pályázatokhoz kell nyúlni. Nagyon gyakori tehát, hogy akár a beszerzés, akár a finanszírozás oldaláról szerződéseket kell nekünk kötni, tehát a szerződésmenedzsment területén is otthon kell lenni a projektmenedzsernek.
És hát ha a szerződésmenedzsmentről beszélünk, akkor már ide tartozik a panaszmenedzsment is, tehát a szerződéstől való eltéréseknek a kezelése, akár az egyik, akár a másik oldalról. Úgy a hordozó szervezetre, mint a projektekre különböző kultúrák hathatnak. Vannak olyan kulturális értékek, amelyek fontosak egy-egy csoportnak, és ezeket előnybe részesíti. De maga a hordozó szervezet is visszahathat a kultúrák kialakítására, például vállalati kultúra. A másik terület, ami hat a hordozó szervezetre és viszont is hathat, ezek a szabályok, szabványok kérdése. Vannak jogszabályok, törvények, amiket be kell tartani, de magának a szervezetnek is vannak különböző eljárási utasításai, szabályai, amit ő alkot meg, és elvárja, hogy minden tagja betartsa, ugyanígy, tehát a projektek is betartsák. Hordozó szervezet nem egy káosz szervezet, hanem van valami logika, ami szerint fölépül, tehát megvannak a megfelelő irányítási struktúrák, ki kinek a főnöke, beosztottja, stb. Ezekkel jó tisztában lenni, és azt is tudnunk kell, hogy maga a projekt hol kapcsolódik ehhez a szervezethez, hogyha valamilyen elvárásom van, igényem van, akkor kihez fordulhatok a szervezeten belül. Ma már egyre több helyen úgynevezett agilis módszereket alkalmaznak a szervezetekbe, tehát nem árt, hogyha ismerünk ilyen módszereket is, és be tudunk illeszkedni egy ilyen kultúrába is. Projekteknél is elég sok helyen alkalmaznak már agilis módszereket, főleg informatikai projekteknél. És hogyha már a szervezetről beszélünk, a szervezetben munkaerők vannak, tehát magáról a munkaerő gazdálkodásról is szót kell ejteni. Ide tartozik az, hogy milyen képességekkel, készségekkel rendelkező emberekre van szüksége a projektnek és a hordozó szervezetnek, hogy a céljait meg tudja valósítani. Ezeket a piacról szerzi be, mert fölvesz valakit, vannak kilépők, tudni kell, hogy kik azok, illetve a munkaerő gazdálkodásnak a feladata is a képzések biztosítása, hogy a külső igényeknek minél inkább meg tudjon felelni úgy a szervezet, mint a projekt. A projekt cél érdekében a projekt is létrehozza a saját kis projekt szervezetét, amelynek általában van egy vezetője, a projektmenedzser, és megvan benne a megfelelő hierarchia. Jó tudni, hogy milyen jogai vannak a projektvezetőnek a projekttagokkal kapcsolatban, utasítási joga is van, vagy csak ellenőrzési joga, illetve az illető teljes vagy részmunkaidőbe dolgozik-e a projektbe, tehát koordinációs mátrix vagy tiszta projektszervezetről beszélünk, és általában ezt tagonként, projekttagonként kell külön-külön egyesével megállapítani, és ezzel tisztában lenni. A projekttagok egymással kapcsolatokat alakítanak ki, ezeket a kapcsolatokat föl kell ismerni, a kapcsolatok kialakításához kommunikációra van szükség. Kommunikációnál beszélnünk kell a verbális és a nem verbális kommunikációról is, ezeknek minden fontos szerepe van a projekt során. És hát a kapcsolatokból és a kommunikáció révén a projektszervezet létrejön, és a társaság tagjai csapatban, egy csapatmunkában vesznek részt. Itt tudni kell, ismerni kell a csoportdinamikát, az egyes fázisokban mire kell jobban odafigyelni a projektvezetőnek, mikor kell aktívabbnak lenni, mikor kell inkább hátravonuló stratégiát alkalmazni. És hát beszéltünk róla akkor, hogy a projektszervezet élén általában ott van egy projektmenedzser, egy projektvezető, tehát neki ismernie kell különböző vezetési technikákat, tudnia kell, hogy mikor, milyen vezetési stílus a leghatékonyabb, ezeket fel kell ismerni és alkalmazni kell tudni. Mivel emberekkel bánik ez a projektvezető, nem árt, hogyha megvannak a megfelelő motivációs technikai eszközei, amivel hatékonyabb munkára tudja ösztönözni a projekttagokat, illetve megfelelő időben hamar fölismeri a konfliktus lehetőségeket, és ezeket a konfliktusokat megfelelően tudja kezelni is. Ha már projektvezetőről beszéltünk, akkor nem árt, hogyha a projektvezető tudja, hogy ki is valójában ő. Azaz, megvan a megfelelő önismerete,
önazonos, a tettei az értékeit képviselik, és hogyha lehet, akkor a gondolkodásmódja eredményközpontú, azaz a projekt cél érdekében várja el az eredményeket és cselekszik ő is, hogy minél hatékonyabb legyen a projekt. Ha a projektet folyamatában nézzük, akkor a fázisok közül az első fázis a projekt indítási fázis. Gyakorlatilag ebbe a fázisba végezzük el a különböző elemzéseket, kockázatelemzés, lehetőségelemzés, stakeholder elemzés. Itt alakítjuk ki a nagyvonalú projekttervet, a szakasztervet, és a projektindítási fázisnak a feladata a részletes projektterv elkészítése és elfogadtatása is. Amikor ez elkészült és elfogadásra került, akkor jön a projekt megvalósítási része, amikor különböző irányítási feladatokat kell elvégezni, tervtényadatok összehasonlítása, elemzése, különböző intézkedések meghozatala, munkacsomagok kiadása, visszavétele, és számtalan feladata lehet ilyenkor egy projektmenedzsernek. És a végén az utolsó fázisban jön a projekt zárás, ami nem csak azt jelenti, hogy elszámolunk pénzügyileg, a dokumentumokat összepakoljuk, hanem itt egy komplex értékelést kell elvégezni, hogy végeztük a projektbe a munkát, a céljainkat elértük-e, ha igen, akkor mi az, aminket leginkább hozzásegített, ha nem, akkor mi akadályozott, mit csinálnánk legközelebb másként, ha alkalmaztunk új technikákat, akkor mi vált be, mi az, ami jó, mi az, amit vigyünk magunkkal, mi az, ami nem, hogy érezték magukat a projekttagok, mi az, ami zavarta őket menet közben. Tehát tanuljunk a saját projektjeinkből, és erre a projekt lezárási fázis biztosít nekünk lehetőséget. Akár a megvalósítás, akár a zárási folyamatban számtalanszor elvárnak tőlünk különböző projekt beszámolókat, jelentéseket, ezeket meg kell tervezni a elején, és menet közben ezeket meg kell valósítani, tehát el kell készíteni. Nem árt, ha ezeket is megfelelően ütemezzük, és tervezünk rá időt, költséget, hogy ezek el is tudjanak készülni, és ne az legyen menet közben, hogy azt halljuk valakitől, hogy most dolgozzak, vagy dokumentálgassak, beszámolókat készítsek. Nem, ezt is ugyanúgy meg kell tervezni. És ha mindent jól megterveztünk, és a terveknek megfelelően valósítottuk meg, akkor megfelelő minőségű lesz a projektünk, illetve a projekt által létrehozott eredmény is. Nagyon gyakori az, hogy menet közben különböző változások érik a projektet, ezeket kezelni kell, illetve a projektünk is változást hozhat a körülöttünk lévőre, hisz a projektünk is hat, illetve a tapasztalataink is változásokat generálhatnak a környezetünkben. Köszönöm szépen a figyelmet, és mindenkinek sikeres projekteket kívánok!